Sajnos a jelenlegi városvezetésnek a szokásos balliberális közhelyeken túl nincs mondani valója Budapest számára. Ehhez képest a Mi Hazánk mozgalom komplex városfejlesztési tervet dolgozott ki, amelynek keretén belül vállaljuk, hogy 10 éven belül megújítjuk a főváros teljes úthálózatát, rövid határidővel biztosítjuk a főváros teljes csatornázottságát, soha nem látott mértékben fejlesztjük a volt munkásnegyedek, peremkerületek infrastruktúráját, megszüntetjük az illegális szeméttelepeket, és emberhez méltó körülményeket teremtünk a közterületeken és a tömegközlekedésben. Ezzel pedig megteremtjük a lehetőségét annak is, hogy az ittas, randalírozó külföldiek vendéglátása helyett biztosítsuk a nemzeti kultúránkat bemutató és a fellendülés hajtóerejét adó minőségi turizmus feltételeit. A Mi Hazánk mozgalom rendet teremt és élhetővé teszi a fővárost. Június 9-én szavazzon a Mi Hazánk főpolgármester jelöltjére, dr. Brunner Andrásra.